Sziasztok! A mai nap a maszkolással fogunk megismerkedni. Mi az a maszkolás? Ez egy nagyon fontos feladat, legalábbis elég sokszor használom, ha olyan videót szeretnék készíteni, amiben legalább 2-3 videósávon ilyet már tettünk. Azaz készítettünk olyan videót, aminek van egy videó része, meg egy felirat része, hiszen a feliratot is kimaszkoltuk, láthatóan feketévé vagy egyszínűvé tettük azt a részt, de ennél egy kicsit bonyolultabb megoldást fogok a mai nap megmutatni. A videósávokat mint rétegeket képzeljük el, bár valószínű, hogy mindenki használt akár a Gimpbe, akár a Photoshopba, vagy akár egyéb rajzprogramban rétegeket, azért én nem ezt a példát, hanem egy régebbit. Ha valaki emlékszik, hogy voltak ilyen írásvetítők, amikor átlátszó fóliára a tanár vagy az előadó írogatott valamit és azt egymásra rakta, vagy rárakta a vetítőre, ezt így képzeljétek el. Nem teszünk mást, ha egy-egy videót vagy többet ráhúzunk az adott vágósávra, mint egymás fölé rakosgatjuk a videót, hiszen hogyha van egy alapvideó, és ráteszünk a V2-es, V3-as sávra egy másikat, azt kitakarja, azaz teljesen elfedi. Ennek a videósávnak az átlátszóságát, maszkolását, illetve hogyan rakja össze a képi információt a 2, 3, 4, 5, akárhány videóból, mit tegyen átlátszóvá és mi ne látszódjon át. Semmi, vagy egy szín, vagy egy forma, az a maszkolásnak a feladata. Azaz, megbeszéljük a videószerkesztőnkkel, hogy az egymáson lévő klipeket, képeket milyen sorrendben és milyen átlátszósági metódus szerint kezelje. A legegyszerűbbet fogom megmutatni. A legegyszerűbb, mi a legegyszerűbb? Hogyha van egy olyan képed, jellemzően felirat, vagy logó, vagy egyéb rajzocska, ami egyszínű. Itt egyértelmű, egy feliratnál van egy egyszínű felirat, ez nálam a szöveg lesz, fehér lesz, és ő lesz a példa. Egyszínű, a többi rész meg átlátszó, hiszen annál egyszerűbben nem tudsz valamit kimaszkolni, mint hogyha fogod, az átlátszó részt az alsó videóról látod, a maszk részt pedig nem, ami jelen esetben egy szöveg felirat fehérrel, vagy az állatka, ami a második részben lesz, az meg fekete és átlátszó háttérrel. Így nagyon egyszerűen meg tudod magyarázni, hogy azt szeretnéd te átlátni az alsó videóból, ami átlátszó, és azt szeretnéd a másik videóból látni, ami esetleg éppen fekete az állatkán, és így meg tudjuk ezt oldani. Azaz csinálunk olyan szöveget, olyan logó feliratot, mint ahogy ezen a videón látod, egyszerű lesz. Ma ezzel az egyszerű maszkolással fogunk megismerkedni, a későbbiek folyamán már egy kicsit bonyolítani fogom a dolgot, olyan képet, videót hozok, aminél az adott szint te fogod meghatározni, hogy mi látszódjon át, és nem önmagába lesz egy átlátszó kép, aminél könnyű definiálni, na légy szíves a fehér szövegbe belerakni ezt a videót az átlátszó részbe, meg a másikat. Nem ilyen egyszerű lesz, hanem meg kell mondani annak a programnak, hogy légy szíves az adott szint tekintsd átlátszónak, és arra tedd rá az alatta lévő videót. A következő részbe, majd a későbbiek folyamán pedig formátumokat fogunk kimaszkolni, és ráadásul ezt a maszk részt tudjuk is mozgatni. Azaz a KDN Live annak ellenére, hogy pofon egyszerű rendszer, ingyenes, mindenki számára ingyen használható, nagyon sok ilyen kellemes dolgot csinál. Miért? Mert az elkészítő nagyon professzionálisan megoldotta. Az előbb látott videó elkészítése nagyon egyszerű. Három rétegből áll, azaz legalább három darab videósáv kell. Természetesen annyi audiósávot teszel alá, amennyi hang, illetve hangeffektre neked szükséged van. Az elkészítés első lépcsője természetesen össze kell szedni azt a videót vagy képet, hogyha statikus hátteret szeretnél, amin az egész mozogni fog, illetve kell egy olyan videó vagy kép, ami a szöveget kitölti, és természetesen kell egy szöveg.
Kezdjük is el a szövegnek az elkészítésével. Én már készültem, és létrehoztam egy címklipet, volt róla szó, nézze meg mindenki azt a videót, amiben bemutattam azt, hogyan kellene egy címklipet, azaz egy feliratot, egy szöveget összerakosgatni, hogyan lehet ott formázni a szöveget. Elkészült. Természetesen először a szöveget fogjuk összerakni. A szöveg megvan, és a háttér megvan. Ennek az ilyen elkészítése, hogy legyen egy felirat egy videón, senkinek nem fog gondot okozni. A következő lépés az, hogy jó lenne, hogyha szövegbe raknánk bele ezt a hátteret, ami mozog, és ami egy kicsit feldobja a feliratunkat. Hogyan tudjuk megtenni? Kompozíciók közül kiválasszuk, a kompozit és transformot ráhúzzuk, természetesen a két videósáv közé, és rögtön meg is látjuk, hogy nem látunk semmit. Hiszen alapesetben egy összeadás, azaz a kettő videósávot, kettő videórészletet, amit jelen pillanatban az egyik egy statikus szöveg, az bizony egymásra rakja. Ennyi. Semmi egyebet nem csinál. Igen ám, de ennek a lehetőségnek, ennek a kompozitáló eszköznek, illetve inkább úgy mondom effektusnak, átmenetnek inkább ez pontos, van beállítási lehetősége. Nyilvánvalóan a nagyítás, kicsinyítés és az átlátszatlanságot már igazgattuk, hiszen ez egy nagyon elfogadott és sokszor használt effektusunk volt, illetve átmenetünk volt. A következő gondolat, oké, ha van ilyen legördülő menü, nézzük is meg, mi van alatta. Szépen tudunk léptetni különböző beállítási lehetőségek között. Én azt gondolom, hogy szépen hátra megyünk, azaz lefele, és nézzük el is meg, hogy ez mit csinál. Hát semmi változás, megyünk egyen lejjebb. Na hát itt már egy kicsit érdekesebb dolog történt, azaz végig kell lépkedni az összes beállítási lehetőségeken, vagy fölírni, hogy én éppen ezt választottam, és akkor már is mit látunk? Nézzük is meg a dolgot. Villogó szöveget kaptunk, illetve hát az a videó megy a szöveg mögött, a szöveg felirat mögött, amit mi a kettes sávra rátettünk. A következő gondolat, hát jó lenne ehhez valami hátteret tenni, bár alapesetben így is nagyon jó, tehát hogyha egy feliratot izgő mozgóvá szeretnél tenni, és az adott témához tartozó videót a szövegbe járatni, akkor már is kaptál egy attraktív és egy érdekes feliratozási lehetőséget. Na de hát nekünk az a feladatunk, hogy mögötte menjen egy videó. Természetesen ezt is megoldjuk, fogjuk a videót, és ide behúzzuk, és alá tesszük, és mit látunk? Hát ezt nem azt látjuk ám, amit éppen mi nekünk kellett volna, azért piszkálgassunk egy kicsit még az effektusunkon, hogy az legyen, ami számunkra érdekes, megyünk tovább, és hát látható, elég érdekes videót sikerült összehoznunk, a következő mégse nem az, amit szeretnénk. Na hát, a következő, az in végül lesz az, ami számunkra megfelel. Én nem azért lapozgattam így végig, hogy te azt hitt, hogy én nem tudom megjegyezni, vagy előtte kipróbálni és felírni, hogy éppen melyik effektust, átmenetet kellene használni, hanem azért, hogy érezd rá, van legalább másfél tucat, két tucat beállítási lehetőség, csak az összehangolásokra, tehát hogy mi látszódjon, mi át, mit adjon, mihez, felkiáltású dolgokhoz. Ezt érdemes végig próbálgatni. Miért? Mert úgy tanulja meg az ember, hogy hoppá, ilyen lehetőség is van, hoppá, ilyenre én emlékszem, a legközelebbi videóba esetleg be tudom építeni, vagy szeretnéd egy picit változatosabbá tenni a gondolataidat, az, hogy hogyan nézzen ki a videó, akkor bizony eszedbe fog jutni, hogy oho, hát én ezt a kompozitáló eszköz, ez az átmenet eszköz, nem csak arra tudom használni, hogy ide-oda berakosgassak valami videót, tehát transformáljam, kicsinyítsem, nagyítsam, ráközelítsek, vagy egyéb, hanem meg tudom tenni azt, hogy különböző rétegszerűen összehozni egy-egy érdekesebb, izgalmasabb, és talán, hogy úgy mondjam, a többitől eltérő, de
korrekt és szépen kinéző feliratokat vagy egyebeket tudjak megcsinálni, hogy ne egy szabvány videó legyen mindenhol, hogy bizony a szövegnek van egy színe, és van a háttérvideó és kalapkabát, hanem olyan legyen, hogy kitűnjön azok közül, ami szabvány, megszokott és unalmas videók. Oké, nézzük is meg! Természetesen nem csak szöveg, felirat lehet ilyen mozgó, icergő, mozorgó háttérrel ellátva, hanem akár egy logót is, vagy egy rajzot, ábrát, vagy akármilyen olyan fekete-fehér, illetve fekete vagy fehér, illetve átlátszó háttérrel rendelkező rajzot is meg tudsz csinálni ezzel a formátummal, amit szeretnél. Általában egy logót szeretnénk elhelyezni, aminek a háttere legyen szintén ugyanilyen mozgó, ugyanez mozogjon a delfinünk, vagy illetve ebbe az állatkánknak a belsejébe. Mi a probléma? Az első probléma az, hogyha rajzolsz, vagy keresel egy logót, amit rá szeretnél tenni, annak a mérete általában nagyobb vagy akkora, mint az adott képernyő mérete. Azaz, nyilván az egész képet befedi, és igazából mi ide valahol a sarokba szeretnénk tenni. Oké, nyilvánvalóan ezt meg tudjuk oldani. Az első gondolat az, hogy az előbbiek alapján hagyjuk itt az alapot, itt a háttér, tehát a betű, illetve most már a logónak a hátterét, és cseréljük ki a szöveg feliratunkat a logónkra. Ahogy lehet látni, ide lapozok, a logónk egy fekete logó, az előbbi szöveg pedig fehér volt. Ez már adja azt, hogy a gép, illetve a program alapból nem ugyanúgy fogja kezelni, hiszen az egyik a fehér, amit ő észlel, hogy fehér, és azon átlátszódjon a hátterünk a kis vibrálás, és bizony a feketén nem fog működni. Ha egyszerűen csak kicseréled, mert más szín és más méret, akkor mit látunk? Hát pont azt látjuk, ami éppen nem úgy kéne lenni, ahogy nekünk van. Hát ezen változtatni kell. És azt is vegyük észre, hogy az alsó, illetve a felső, a két videó közötti alapvető formátum eltérés miatt igazából nem is úgy néz ki ez, mint ahogy nekünk kellene. Oké, első körben tegyük bele ebbe az állatkába a vöröset, és legyen a háttérkék. Hát nézzük is meg, mit lehet tenni. Nyilvánvalóan ide mi szeretnénk szépen belerakosgatni és a hátteret megcserélni. Első körben megkeressük azt a beállítást, ami számunkra nagyon fontos. Itt az előbbi keresgéléses módszert szoktam ajánlani, végig lapozgatunk a lehetőségek között, hogy olyan sorrendben, illetve olyan háttér, illetve betűszín, hogy így mondjam, vagy hát szimbólumnak a színe háttere legyen, ami nekünk megfelel, szépen végig lapozgatunk, hogy megtaláljuk azt, ami a feketét olyanná teszi, ami nekünk megfelel. A legegyszerűbb, valóban a legegyszerűbb, hogyha keresgélünk, és valami csak akad. Ha nem, akkor találunk valami egyéb megoldást, és oké, a XOR, a vagy beállítás, az szépen megtette azt, hogy a háttér nagy, az átlátszóság is olyan, és ott van, ahol nekünk megfele, csak egyetlen egy probléma van, a két videó, mint hogyha fel lenne cserélve. Azaz mi azt szeretnénk, hogy az egész legyen a medúzák, hiszen a medúzák a főképernyő, és hát ez a pöttyös akármi kerüljön be ebbe az állatkába. Hát ezt is meg lehet csinálni különböző trükkökkel, de a legegyszerűbb, ha fogod a két videót és felcseréled, azaz réteget cserélsz, és akkor már ugyanolyan, mint az előző. Trükkös, nem? De megint a legegyszerűbb megoldást választottuk, ahogy az előbb is volt. A szöveg lesz a piros, sárga, egyéb, a háttér meg a kép. Itt is ugyanaz van. Igen ám, de itt mi a probléma? Hát a logót nem szeretnénk, hogy az egész képernyőn ott lógna, hanem egy picike kis logónk legyen valahol itt. És természetesen jó lenne, hogyha ebbe
ez a piros mocorogna, mit lehet tenni? Hát nagyon egyszerű, hiszen mi a kompozit és transformálós eszközt használtuk, ennek örömére jól összenyomjuk a kis állatkánkat a háttérrel, ami már benne van, és akkor ott a sarokban lesz. Ennek kettő megoldása van, több, de mi kettőt ismerünk, az egyik ide numerikusan beillesszük és bepozícionáljuk pontosan, a másik pedig egy kicsit vizuálisabb, azt fogod és összenyomod és beigazgatod a céged logóját, aminek a háttere szépen icseregni, mocorogni fog. Oké, nézzük is meg, hogy ez valóban úgy működik-e, medúzzák úsznak, a halacskánk pedig vibrál. Nagyon jó, professzionális, egyszerű volt. Okozott-e valakinek ez gondot? Nem. A rétegeket, sávokat, vágósávokat, akárhogy hívjuk őket, ezeket itt. Mi ismerjük azt, hogy hogyan cserélünk meg két videót e kettő között. Az egyik legegyszerűbb, ha fizikálisan fogjuk, aztán kicserebeléljük őket. Arra figyelj, hogy hiába akarod így fölfele tolni, hanem elhúzod az egyiket, vagy kitörlöd, utána ide teszed azt, amit ide, és utána vissza a másikat, azaz nem tudod rátolni a vágósávra, hogyha ott már van valami, hiszen a térben, jelen pillanatban a vágósávunkon, a vágóélünkön természetesen egy szallag lehet. Ezt mindig úgy képzeljétek el, mint a régi vágóasztalok, hogy valóban film szallagok, 70 mm-es vagy 35 mm-es széles film szallagok, vagy 8-16 mm széles, kinek milyen volt, azok vannak egymás fölé elrakosgatva, és azokat nem tudod egymásra tolni, hiszen az egyik ott van, akkor a másik már nem fog elférni, azaz ennyi. Miután az egész kész van, a végét legalábbis az én szokásaim szerint egyformára vágjuk, ide beállítjuk a vágóélet, eltüntetjük, bár egymás után többet is tudunk vágni, vagy illetve egyszer az összeset is le tudnánk vágni. Én azt szoktam megtenni, hogy ha egyformára vágok valamit, akkor természetesen egyesével, és akkor jó legyen. Ha szükséges, jelen pillanatban nem szükséges, azt is meg tudjuk tenni, hogy bizony itt is levágjuk, és utána mi jön, lerendereltetjük. Azaz, elkészítettünk az első körben egy feliratot. A felirattal az a könnyű dolgunk van, hogy azt a feliratot a felirat szerkesztőbe, címklip szerkesztőbe oda igazgatjuk, ahova szeretnénk, vagy hogyha másik programmal, mondjuk Inkscape-el szerkesztjük meg, oda rakosgatjuk a betűket, ahol kell, tehát ott a méretet, pozícionálást nem kell változtatni, és a második menetben megnéztünk egy logót, amit bizony be kellett pozícionálni, bepozícionálni, KDN Live alatt bizony két-három féleképp megoldható, azaz szuper, meg tudtunk csinálni, satsz per kb. Fél perc alatt, jó, több volt már, sokat beszélek általában, egy-egy ilyen kis logocskát, ami mocorog, mármint a háttere, és nagyon esztétikusan, vagy kevésbé esztétikusan el tudjuk helyezni, és nem használtunk semmi mást, csak azt, amit ismertünk. Nézzük is meg az eddigi műveinket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Mindenkinek jó videószerkesztést kívánok. Sziasztok!